Szívesen mondanám azt, hogy a következő filmünk Marokkóról fog szólni, ám ez nem lenne igaz, mert Marokkó egy akkora ország, hogy 40-50 percben lehetetlen megmutatni. Ezért egy kisebb szeletét haraptuk ki az országnak, szóval nem lesz se Casablanca, se Rabat, se Tanger, se a sivatagi városok, hanem inkább koncentrálunk délre, délnyugatra. Úgyhogy ezt fogjuk részleteiben megmutatni önöknek, tartsanak velünk! Bizony-bizony, Marokkó túl nagy és változatos ahhoz, hogy a film kapcsán az egész országról beszéljek. Kevesebbet markoltam, hogy ne csúszson ki a lényeg a kezeim közül. Nem lenne ugyanis érdemes összecsapni. Tehát se a romantikusan hangzó, a valóságban inkább nagyvárosi húsdaráló Casablancát, se a főváros Rabatot, se Tangert, se Tetuant, se a kékváros Chefchaouent nem fogom megmutatni. De megnéz, és az izgalmas Fez is kimarad. Ahogy a sivatag kapuja Ouarzazate is. Majd egyszer máskor. Most elsősorban délnyugatra fókuszáltam. A csodálatosan tébolyult Marrakeshre, a nyugalmas Urikára és az Urika völgyre, a romantikus és kreatív Essavirára, Sidi Kaoukira, a Marokkó új arcát mutató Tagazoutra és Agadirra, na és a középkori hangulatú konzervatív Taroudantra. Higgyék el, így is tartalmas és kellőképpen izgalmas lesz az utazás. Na de akkor utazzunk már végre! Marokkóba sokkal bonyolultabban lehetett eljutni. Ma már fapados végjáratta 3 óra 50 perc. Az egészen elképesztő, hogy mindössze ennyi idő, és ott vagyunk egy teljesen más világban. Aki pedig velem tart, az a Gábor, az operatőr. Ismét kifeszített íjként utazik tehát gigaméretű stábunk, mert alig várjuk, hogy kilőhessük magunkat, és becsapódhassunk abba a nagyon más világba, amit az imént megénekeltem. Hát Marrakesh most csak meg tudjuk kóstolni, mert sötétedik, de hát ez itt a főtér, a Jamel Fna. Élvezzék velem együtt! A Jamel Fna-t bizony lehet is élvezni, főleg annak, aki szereti az őrületet. Nem titok, én szeretem. De azért őszintén szólva, elég nagy váltás volt ez így rögtön, egy 4 fal között megélt fetrengős hétvége után. 2 napig most otthon voltam a lakásba, ki se mentem az utcára, úgyhogy ez egy elég nagy váltás most. Gyere barátom, gyere csak ide mellém kérlek. Szóval ez az, amit látsz, a marokkói csiga, ami afrodiziákum, nemi vágykeltő. Afrodiziákum, értem, de hogy kell ezt megenni? Nézd, fogd, így. Nem így, inkább csak kézzel. Na, ennyi az egész. A csiga finom és jó fűszeres volt, de nem éreztem magam jobban bepörögve tőle, mint általában. A tér maga viszont eléggé bepörgetett. Este ez az egész nagy plac egy hatalmas pulzáló kifőzde halmazzá változik, ahol nyilván hatalmasakat lehet enni, és ahol az éttermesek számokat üvöltöznek az ember arcába. Számokat, amik a kis beülős falodáikat jelentik. 65. 65. 65. Köszönöm. 65. Köszönöm. 65. Ő a testvérem, csak más volt az anyám. Üdvözöllek titeket, köszönöm, és téged is üdvözöllek. Berba. A Jamel Fna pszichedellikus. És én, a vágykeltő csigával felpumpált másik anyától származó testvér, csak imbolyogtam ebben a majmokkal, kígyókkal, hangzavarral megspékelt, szürreális világban. Ez a tér egy magával ragadóan tébolyult megnyilvánulása az emberi létezésnek. Marrakesh egy tipikusan olyan hely, ami nagyon inspiráló. Nem csoda, hogy rengeteg művészt ihletett meg, például a francia orientalista festő Jacques Majorelt is. Az ő kertjében vagyok. És hát ezek a kékek, kérem szépen, ezek a kékek. És persze a sárgák, a sárgák. Szép a sárga is, de a kék az ikonikus. Ezt a színt a francia festő után ugyanis konkrétan Majorelle kéknek nevezik. A Nancy-ban művész családban született Jacques 31 évesen érkezett Marokkóba. Részben egészségügyi okokból, részben pedig művészi ambícióktól hajtva. És jól döntött, mert itt a hely által inspirálódva teljesedett ki festészete. Viszont sokan azt gondolják, és így volt ezzel maga az amatőr botanikus Majorelle is, hogy nem a képei, hanem ennek a 2,5 hektáros kertnek a létrehozása volt kreativitásának csúcsa.
mert ezt a színpompás csodát a kanyargós festett falu sétányaival, a növény ritkaságaival, a szökőkútjaival bizony egyetlen nagy alkotásként kell értelmeznünk. De persze nem csak Majorelle fantáziáját mozgatta meg Marrakech. Marrakech a divattervezőknek is nagy kedvence, Yves Saint Laurent is megihlette, akinek itt múzeuma is van. A múzeum egy kőhajításnyira van Majorelle remek művétől, de még mielőtt bemennék az épületbe, engedjenek meg pár gondolatot Saint Laurentről is a kert kapcsán. Ugyanis nem kevés közük van egymáshoz. Az egész úgy kezdődött, hogy a divattervező és barátja Pierre Bergé már a 60-as években első itt jártukkor beleszerettek a Majorelle-be. De 1980 volt az, amikor kialakult a még erősebb kötődés. Konkrétan ugyanis ők voltak azok, akik megmentették az enyészettől. Ingatlanfejlesztők ugyanis fel akarták szántani az akkor nem a legjobb formáját mutató kertet. Egy hotelt akartak a helyére építeni. És itt lépett közbe Yves és Pierre, amikor is megvették a kertet és fel is újították. Az utókor hatalmas szerencséjére. És akkor most a múzeum. Egy időszakos kiállítás. Egy fotóművész Leila Alaoui portréival. Igazán szuggesztívek ezek a marokkói arcokról készített képek, ezért is kár, hogy Leila már nem alkothat többet. A 34 éves fotóst ugyanis 2016-ban agyonlőtték Burkina Faso-ban. De persze a múzeum névadójáról, a divatvilág Van Goghjáról, Yves Saint Laurentről is megemlékezik egy állandó és nagyon különleges hangulatú kiállítás. Közben pedig végig azon gondolkodtam, hogy milyen elképesztő, hogy mondjuk a kígyóbűvölőkkel megrakott tér a Jemaa el-Fna, és mondjuk ez a spéci atmoszférájú múzeum ugyanabban a városban található. Nagyszerű, nagyszerű Marrakech. Marrakech egy nagyon-nagyon sokrétű város, világok találhatóak a világokban. A sokrétűség egyébként a gasztronómiában is megmutatkozik, és abban, hogy az utcai kifőzdék mellett könnyen találunk ilyen paradicsomi helyeket is. Ez nyilvánvalóan, ahol most vagyok, ez nem egy olcsó utcai étkezde. Normál esetben azokat preferálom, de hát Marokkó nagyon erős ezekbe a hangulatokba, ami itt is van, úgyhogy ezt ki nem hagynám, az az igazság. Úgyhogy várjuk a kaját. Azt mondják az okosok, hogy nem csak az ételek minősége, hanem a falatozás mikéntje és környezete is fontos, és ezzel tulajdonképpen egyet is tudok érteni. Mindössze azt éreztem furcsának, hogy valamilyen okból a pincérnek egyértelmű volt, hogy kérni fogok bort. Ó, bor, hát ezt igazán nem. Nem kérek bort, köszönöm. Oké. Merci, fej. Hát, ha nagyon muszáj, akkor iszok egy kis bort is. Érzem rajta a tavalyi esőknek az ízét, ilyen diós, hordós, mákos, delfines, nem tudom, miket szoktak ilyenkor mondani, de nagyon finom. Aztán a szomorú kötelességek után jöttek az ételek is. Gondolom ez az előétel. Ez ilyen káposztát látok, narancsot, epret, málnát. Nagyon ügyesen szedem szerintem. Fantasztikus, hogy összesimulnak itt ezek a különböző zöldségek. Vajon melyik villa? Nem akarom elrontani. Melyik villa lehet ez? Azért az világos, hogy én nem én fogok ilyen főzőműsorokat csinálni a jövőben. Az előételek után aztán ettem még berbertazsint is, csirke és bárányhúsival. A desszert már nem is fért belém. Nem vagyok hozzászokva ezekhez a mennyiségekhez. Hiába, én egy másik nagy gasztronómia iskolából jövök, az instant gyorslevesek világából. Na de elég a henyélésből, mert Marrakech még tartogat egyesmást. A város zöld tüdején egy 13 ezer hektáros pálmaligeten áthaladva talán egyértelművé válik az is, miért hívják a dél-marokkói települést a kertek városának. És hogy ezt duplán aláhúzzam, most már egy másik kertben sétálok, a Menara kertben. Csak itt nem pálmák, hanem olajfák vesznek körül, és egy nagy mesterséges víz.
Marrakesh valóságához nagyon hozzátartoznak a parkok és a kertek, hát és ezt ezen a száraz éghajlaton nem olyan egyszerű megvalósítani, ezért van itt például ez a hatalmas, mesterséges tó. A Menara kert már a 12. század óta létezik. Egy berber muszlim uralkodó dinasztia, az almohádok alapították. A régi mesterséges tó vízével táplálja a körülötte elterülő óriási olajfaligetet. A hely egyébként kiváló menekülés a forgatagból és nyáron a hőség elől. A helyi családok is előszeretettel sétálgatnak itt, és piknikeznek az árnyékban. Marrakesh, a vörös város úgy mindennel együtt körülbelül 2 milliós, de még ennél is jóval többnek érezhető a hely, hihetetlen energiái és intenzitása miatt könnyen el is lehet veszni benne. Ezért jártunkban, keltünkben nem ártanak a jól látható fogódzók. A Kutubia amellett, hogy a legnagyobb mecset Marrakeshben, egy remek támpont is ebben a rendkívül hektikus városban. A Kutubia, a város legnagyobb mecsete, szerintem remek barát a tájékozódásban. Messziről is elég jól látszik a maga 77 méteres minaretjével. Az 1100-as években építették, szintén az almohádok regnálása alatt. A Kutubiát egyébként már tegnap éjjel is láttam, így tudtam, hogy ismét nagyon közel vagyok a Medina, az óváros kapujához. Azért valljuk be, hogy minden észak-afrikai városnak az eszenciája, az az óváros, a Medina és a szuk. Mert nehéz lenne tagadni, a Medina a szukokkal, a piacokkal, az észak-afrikai és közel-keleti városok eszenciája. Marrakesh óvárosa pedig ezen a halmazon belül is egy csúcskategóriás klasszis. Amellett, hogy némi túlzással nincs olyan dolog, amit ne lehetne itt kapni, minden szeglete érdekes. És ezekbe a szegletekbe, némi pofátlansággal és egy kis szerencsével be is tudunk jutni. Itt a szúkban nagyon csodálatos kis sikátorok vannak, és ha benyitunk egy-egy ajtón, valóságos kis kincsekre bukkanhatunk. Ez például egy korániskola, de befelé nyílik. Vagy nem? Egyáltalán nem. Vagy mégsem. Nincsen csengő? De, talán mégis. Szelem? Szelem? Merci, sokrán, 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 sokrán. Ez a korániskola az aranyos gyerekek és a hamisítatlan marokkói hangulata mellett főleg arra volt jó, hogy megpihenjek egy kicsit, mert már kezdtem fáradni. Főleg attól, hogy minden és mindenki nagyon közel volt. Egy ilyen volumenű Medinában a bolyongás ugyanis egy külön műfaj. Leginkább valamilyen függőséghez tudnám hasonlítani. Nagyon vágyik az ember rá, mert olyan életteli, fel is villanyozza, mert olyan gyönyörűen vad érzés. Aztán egyszer csak nagyon hirtelen ránk tör a fáradtság, és szabadulni, menekülni próbálunk. Aztán, mikor ezt megtettük, és egy kicsit rápihentünk, megint rájövünk, hogy újra hiányzik a lüktető mámora. De én most egyértelműen a szabadulási fázisban voltam. A szövevényes sikátor erdőből végre megint kijutok a térre, már hiányzott nekem egy kicsit az a szellőség. Ó, hát igen, a megpihenés tényleg a világ egyik legzizzentebb helyétől reméltem. Az oké, hogy van tér, de a káoszra ilyen nyílt térben is rá lehet tenni még egy lapáttal. Itt lenni egy különleges tudatállapot, komolyan ez olyan, mint az őrültek háza az a tér, de baromi jó. A Jemaa el Fna ilyenkor nappal egy másik arcát mutatja. Persze ugyanolyan természetes tudatmódosító, mint éjjel, de még nem annyira a kifőzdéké a főszerep, hanem az árusoké, a történetmesélőké, a mutatványosoké. Lényeg, hogy keményen megcsavar ez is. Így aztán ilyenkor itt is jól jönnek az ismerős fogódzók. Például a tegnap még ugyanitt csiga csemege csipegetésére csábítgató csinos kabátos úr. A szórakoztatás itt, semmi nem fogható ahhoz a szórakoztatáshoz, amit ezen a téren megtalálsz. A történetmesélők, az akrobaták, az írók, a kígyóbűvölők, a majombűvölők, mindent megtalálsz itt. Mindenki szórakozni akar, mindenki jól akarja magát érezni, mindenki más élményt akar, mint máshol. De azt kell, hogy mondjam, hogy ez a tér egy kicsit skizofrén. Reggel még lassú itt minden, aztán napközben felpörög. Délután már kitelepülnek a nagy falodák is. Az
emberek szeretnek szabad téren enni. Van vagy 1000 ilyen kis büfé itt. Az emberek választani akarnak. Szeretnek kijönni ide, itt töltik az idejüket. Újra visszajönnek, nagyokat sétálnak, szagolják a friss levegőt. Nem tudom. Felmennek a második, a harmadik emeletre, vagy felmennek az épület legtetejére, és nézik a panorámáját ennek a gyönyörű térnek. Marrakesh nem tudna létezni enélkül a tér nélkül, és a tér sem tudna létezni Marrakesh nélkül. Ez a szívdobbanása a városnak. Ez az, ahol a dolgok történnek. Ha itt nem találod, amit keresel, akkor ne is keresd máshol Marokkóban. Hidd el, nem fogod megtalálni. Keresd tovább, mert itt kell annak lennie. Itt a Gemma Elfnán. De játsszunk már el egy kicsit ezzel az interjú szituációval, mert nézzék csak! Az itt köztünk például egy majom Barcelona mezben. Most haladjunk tovább, de lassítsunk is le rögtön. Mert az interjú alany nem véletlenül indított el félig háttal egy kitoló mozdulatsort. Egy kékruhás embert kobrával a nyakában próbált kilökni beszélgetésünk teréből. Sikertelenül. Aztán tovább beszélünk, beszélünk és beszélünk, amikor bekúszik egy szolíd hang is. Hát csoda, hogy állandóan mosolyognom kell. Na de oké, ennyit most innen. Bárány Róbert volt a Mózon TV, Gemma Elfnán, Marrakesh. Viszont még maradok egy kicsit a Vörösvárosban. Másnap reggel egy sétával indítottam a napot. A Bahia palotát terveztem meglátogatni, de előtte még beszélnék egy olyan különleges helyről, amit zebrának, vagy más néven gyalogos átkelőnek ismer a világ. Pontosabban arról, mit jelent ez itt, mert nagyjából semmit. Szóval a javaslatom a következő ilyen szituációban. Balra néz, jobbra néz, balra néz, jobbra néz, és megint balra. Aztán jöhet az intés balra, de a tekintete közben már a jobb oldalon legyen. Szigorú szemkontakt. Jó, úgy tűnik ő is megáll, bicajosokkal nem lesz gond, meg lesz ez, meg lesz. A Bahia palota a 19. századból származik. Ez volt az uralkodó nagyvezérének, tulajdonképpeni miniszterelnökének a palotája. A csempéket Tetuánból, a márványt Meknesből, a mennyezett cédrusfáit pedig a magas atlaszból hozták a mesterek. Nagy hatalmú volt tehát ez a nagyvezér, de nagy étvágyú is. 4 felesége és 24 szeretője volt. Nem tudom, mennyi csigát kellett megenni ehhez a mutatványhoz, azt viszont tudom, hogy kellett a hely a hölgyeknek. Pont ezért ilyen hatalmas és díszes építmény a Bahia palota, ami tulajdonképpen inkább egy monumentális riád, vagy pontosabban több riád így egyben. A riádok nagyon jellemzőek itt. Olyan hagyományos marokkói kúriákat jelentenek, amelyeknek a közepén egy zárt udvar találunk, növényekkel, szökőkúttal, esetleg egy medencével. De a Bahia nem egyetlen központi mag köré szerveződik, hanem különálló termek folyosókkal összekötött labirintusa. Ezeket veszik körül a belső udvarok. A belső udvarokon pedig turisták százai zsizsegnek. Találtam magamnak egy kis magányos sarkot, mert nagyon szép ez a riád, de tipikusan az a szituáció van most, hogy kicsit az élvezeti értékét nekem tönkreteszi ez a rengeteg turista, úgyhogy nem tudok egy percig egyedül lenni, úgyhogy átéljem a helynek a szellemét. Nem csoda egyébként ez a tömeg. A Bahia palota Marrakesh egyik nagyon kedvelt látványossága, de én ekkor már az Urika völgy felé tartottam, az úton pedig felbukkantak a magas atlasz vonulatai. Eljöttünk most Marrakeshtől délkeleti irányba, ez az Urika völgye, az Urika egy folyó, annak a völgyében vagyunk, egy biofarmon, és hát nagyon sok fincsi fűszer van itt, minden, ami szem szájnak ingere. Én amit felismerek, az a zsája, majoranna, oregano, és még sok minden más is. Amiknek azért nem mondtam a neveit, mert fogalmam sem volt róla, hogy mik azok. Szóval hát igen, megint egy kertben vagyok, de ez megint más, mint az előzőek, és azért bio, mert 100%-ig mentes a vegyszerektől és a rovarölőktől. Boldogak is az itteni beporzók. Ennek a helynek ugyanis fontos küldetése az ökológiai gazdálkodás bemutatása, ami összefügg egyben a térség berber hagyományainak megőrzésével és a régió fejlesztésével. De a kert egyik fő profilja az aromaterápiás növények termesztése és illóolajok desztillációja is, valamint az ezzel kapcsolatos kutatás és fejlesztés. Na és persze az egészségturizmus. Emellett jókat lehet itt enni is. Természetesen friss és helyi alapanyagokból, de számomra mégsem ez volt a legfőbb varázsa.
Marrákes egy nagyon jó város, de azért keményen lenyomja az embert, mert elképesztően intenzív, tehát ott sok energia kell hozzá, ezért most nagyon-nagyon jól esik ez a nyugalom, ezek a színek, ezek az illatok, meg hogy ember nincs a környékemen, az egy jó érzés. Mi tagadás, nagyon jól estek ezek a pillanatok. Ha az utazásokat nagy hullámzásként képzeljük el, ezekben a pillanatokban én egy hullámgörbe alján voltam. Fáradtnak éreztem magam, és eleve eléggé antiszociálisan ébredtem. Még megszólalni sem volt kedvem, nemhogy a filmmel foglalkozni. Marrákes kétségkívül szétbombázott. Megálltunk itt a Magas Atlasznak az előterébe, hogy egy kicsit beleszagolhassunk a berber falvaknak az életformájába, egy kis hangulatot gyűjtsünk. Nekem viszont nem ártott volna egy kis összeszedettséget is gyűjtenem. Persze, itt könnyen megtehettem. Az Urika völgy már messze volt a nagyvárosi zsibongástól. Ebben a berber falusi millióben a tempó sokkal nyugodtabb, több a tér, nagyobb a csend. Iskolából bandukuló gyerekek, bóklászó birkapásztorok leheltek életet a képekbe. Na meg az itteni Marokkó szerte elismert fazekasok, akik az edényeket és egyéb használati tárgyakat miután megformázták, kiszárítják, végül pedig kiégetik. Az égetés mindig az adott anyagnak megfelelő hőfokon történik. Ez esetben ez... 9900. 900 Celsius fokon? Celsius fokon, igen, igen. Egy szó mint száz, olyan volt nekem ez a néhány óra, mint egy terápia. De nem fogják kitalálni, hogy délután már megint hol voltam. Hát persze, hogy a marrakesi zegzugos medina leghangosabb kénköves közepén. De meséltem már korábban a medina függőség ciklusairól, most megint a mámorvágyó fázisba kerültem. Sokatszor mondom, hogy őrület ez a hely, őrület. Az a szerencse, hogy én híresen normális vagyok, meg az is, hogy Esszavira felé haladva olyat vettem észre, amiről szerencsére tudtam, hogy létezik. Különben azt gondoltam volna, hogy teljesen megbolondultam. Ez az a kép, ami nagyon autentikus Marokkóban, hogy a kecskék itt az argánfán legelik a magokat. Szóval persze, tudtam, hogy van ilyen. Az argánfára ugyanis előszeretettel másznak föl a kecskék, és azt is tudtam, hogy az állatok stabil mászók. Legalábbis olvastam. Csak más erről olvasni, és megint más dolog látni. Úgyhogy továbbra sem értem, hogy állhatott az ágakon ez a kecskebanda úgy, mint a szöveg. A kecskék is tudják, hogy az argán mennyire fontos Marokkónak, úgyhogy most már én is tudom, de hogy még jobban tudjam, ezért most meglátogatok egy üzemet. Marokkónak ezen a tájéken szinte majdnem minden az argánról szól. Az argánolajat jellemzően helyi nők állítják elő, nagyon aprólékos, sziszifuszinak tűnő és nem éppen könnyű munkával. Hiába a végtermék nagyon keresett cikk a kozmetikai iparban. Marokkó pedig egyenesen argánolaj nagyhatalom. The first is we have chance. Az első és legfontosabb dolog, az igazi argán csak Marokkóban létezik az egész földön, és még azt is hozzátenném, hogy nem egész Marokkóban. Itt is csak két helyen találjuk meg a fákat eredetileg, Agadir és Esszavira körül, érted? Ennyi. És ami az argánolajat nagyon különlegessé teszi, az a hihetetlen magas E-vitamin tartalma. Ezért nagyon hatásos a szer a bőrápolásban. Az is nagyszerű az olajban, hogy sok mindenre használható. Az arcodra, a hajadra, a testedre. Elképesztő a hidratáló képessége. Ráadásul nincs szaga, nem zsíros, és rengeteg termék készíthető belőle. Krémek, testápolók, tusfürdők, tényleg minden. Ez így igaz. Ráadásul kutatások is igazolták az argánolaj szenzációs hatásait. Az sem véletlen, hogy rengeteg nő esküszik rá. De van valami azonban, ami meglepett. Hogy mennyire vagyok járatos argán ügyekben, azt jól mutatja, hogy eddig azt hittem, hogy ez csak egy női kozmetikum, de igazából enni is lehet. Ráadásul finom is. De ez csak az én szegénységi bizonyítványom. Az argánolaj étkezési célokra való használata is elég közismert és régen tudott tény. Plusz ebben a tekintetben is rengeteg pozitív hatást tulajdonítanak neki. Azt azért hozzátenném, hogy a kozmetikai és étkezésre használt argánolaj, noha ugyanabból készül, nem teljesen ugyanolyan. Az eljárások különbözősége miatt. A kenceficékhez ugyanis kihagyják a magok pörkölési fázisát, hogy elkerüljék az intenzív bioillatot.
de én ekkor már gyorsabban szálltam, mint bármilyen illat, mert a következő helyszínt vártam a legjobban. Na, ezt a pillanatot már nagyon vártam, hogy meglássam Essavirát és az Atlanti-óceánt. Szóval az ott a távolban Essavira, a hippik egykori kedvenc városa. Aztán hamarosan már nem csak a távolból kellett szemlélnem ezt a hangulatos 77 ezres várost. Ez itt már Essavira, a híres halászkikötőjével, a kék csónakjaival, a hatalmas hajóival és a zsibongásával. Gyerünk! A halpiac az mindenhol halpiac, még ha mindenhol egy kicsit más is. Mert pont ez a lényege, hogy mindenhol nagyon autentikus és emellett gyönyörű lenyomata a helyi kultúrának. Negatívumként felróható neki, hogy halpiac révén rettenetesen büdös, de ez engem nem nagyon érdekel. Fontosabb, hogy az ilyen helyeken nincs kamu, nincsenek turista csapdák, csak a mindennapok fésületlen valósága a kék csónakokkal, az aktuális fogással és a viharvert emberekkel. Abdul, beszélsz te angolul? Hogy én? Viccelsz? Hogy akarod? Beszéljek neked angolul, netán spanyolul? Nem, az angol jó lesz, elég angolul beszélsz. Szóval mit csinálsz te ezen a hajón? Mi a munkád? A munkám. Igen. Az én munkám azon a másik hajón van. A gépész vagyok. Te vagy a gépész, és a barátod? Ő az építész, vagy hogy mondják, aki a fával építkezik. A hajóács! Megmunkálja a fát. Ő a hajóács, értem. Minden, ami a fával kapcsolatos, azt a mellettem ülő úriember csinálja. Méghozzá remekül, nagyon ért a fához. És akkor hogy néz ez ki? Minden reggel nagyon korán felkeltek, hogy elkezdjétek a munkát? We have two, how is that, two system different. Yeah. Boat stay 4 days, one night in the sea. Okay, barátom. Ez a két rendszer különbözik. Így mondod, ugye? Szóval ez a kisebb hajó 4 napig, akarom mondani, csak 1 napig van kint a tengeren. A nagyobb, amin én is dolgozom, pedig 4 napig. Hajnal 4-kor szoktunk innen elindulni, 22 emberrel a fedélzeten. Az a nagyobb hajó tehát 22 ember. Van rajta egy kapitány, aztán egy második kapitány. Én vagyok a hajó gépésze, és van nekem egy segédem, egy inasom is. A többi ember mind halász. Szóval, hajnal 4 előtt csak 2 ember jelenik meg itt a hajónál. A kapitány és én a gépész. És minden alkalommal Abdul a gépész, az, aki beindítja a hajót. Captain or mechanic. Okay. But all the time is Abdul. Mechanic is I start the engine. Abdultól a gépésztől most elköszönök, mert eléggé fontos dolgom van. Megmutatni ezt az egykor Mogador néven ismert csodavárost. Ezekből a képekből szerintem pontosan kiderül, hogy miért vártam annyira Essavirát. Ez a hangulat, ez valami frenetikus. Tömény marokkói kikötővárosi hangulat sirályokkal, helyi figurákkal és a háttérben ezzel az elképesztően gyönyörű medinával. És ennek az egész látványorgiának alapvető eleme a zabolátlan Atlanti-óceán. Aminek az árnyékában bizony a szelek sem nagyon viccelnek, olykor-olykor fejletépős hangulatban vannak. Essaviráról lehet olvasni, hallani, hogy strandolásra nem igazán alkalmas helyszín. Hát szerintem most egyértelműen látszik, hogy miért. Nagyon erős hullámok vannak, úgyhogy itt szerintem életveszély fürödni. Igen, Essavira bármennyire is gyönyörű, a fürdőzők az erős áramlások miatt jobb, ha elfelejtik. Ha csak nem akarnak túlélő sportot csinálni egy egyszerű strandolásból. A klasszikus pancsolásra vannak alkalmasabb helyek is, például az az Agadir, amit később még megmutatok. De érdekes az is, hogy maga a város Essavira hogyan ellenpontozza nyugodtságával a vad természeti környezetet. Marokkó szerte úgy tartják, hogy az essaviraiak nagyon relaxált, csendes emberek, és ez tényleg így lehet, hiszen maga a Medina, az óváros is hihetetlen csendes és relaxált, nyilván marrakesi szinten. Szóval úgy értem, Marrakes izgágasági mércéjével mérve nyugis Essavira. De azért ne feledjük, még mindig Marokkóban vagyok. Az indiai elefánt is kisebb, mint az afrikai, de attól még nagy. Egyébként az utazásokban talán ezeket a rácsodálkozásokat élvezem a legeslegjobban. Fejtegetni a megfejthetetlent, megfogni a megfoghatatlant. Hogy vajon mitől lehet egymástól nem is nagy távolságra azonos országban lévő városoknak ennyire különböző a lelkülete? Nyilván meg lehetne magyarázni hosszú és bonyolult történeti, kulturális elemzésekkel, az is érdekelne, de ilyenkor talán érdemesebb mégis visszavenni a gondolatok cikázásából, és egyszerűen elkezdeni érezni. Én pedig most azt érzem, hogy az egykori Mogador szelíd, szép és visszahúzódó. Marrakesh berúgja az ajtót, és rögtön táncolni kezd velünk. Essavira pedig elhúz minket egy hátsó, csendes szobába,
hogy megmutathassa színes kis kincseit. This house was a trader house. Ez a ház egy kereskedő háza volt, mert az elmúlt évszázadban Es Szavira, főleg a tengeröble miatt, az egyik legvirágzóbb város volt egész Marokkóban. Tanger és Es Szavira, a kereskedelem miatt. Mert hogy kikötők voltak. Igen, mert hogy kikötők voltak, és ez a ház az egyik helyi kereskedője volt. Szóval ez itt a földszinten mindenhol raktár volt. Az első emeleten pedig irodák voltak. És a teraszon volt ott egy tornyunk fantasztikus kilátással. A kereskedő minden nap felment oda, hogy megnézze, érkezett a hajó az öbölbe. Az egykori kereskedőház manapság viszont egy nagyszerű művészeti galéria. Abdul és testvére is művészek, és egy egyesületet is létrehoztak. De nem ők az egyedüliek. Es Szavirában rengeteg kisebb-nagyobb izgalmas galériára lehet rábukkanni. Kegyetlenül inspiráló ez a város, így egyáltalán nem vagyok meglepve, hogy mindig is főhadiszállása volt a kreatív elméknek. Abdul hihetetlen jó fej volt, ide felengedett minket a tetőre, és hát ezt a látványt köszönhetjük neki. أشهد أن لا إله إلا الله. Következő kis megállom Diabat. Tulajdonképpen már nem is a szigorúan vett Es Szavira, hanem egy kis falu 1-2 kilométerre a várostól. Ám korántsem véletlen jöttem ide. Említettem korábban, hogy Es Szavira a hippiknek a gyülekező helye volt, és egy kicsit ma is az. Jimi Hendrixnek pedig valóságos legendáriuma van itt. Egyes vélemények szerint pontosan ezen a helyen írta a Foxy Lady című számát. Most ez vagy igaz, vagy nem, de a legenda mindenképpen létezik. A Foxy Lady-t mondták itt nekem, de ez lehet, hogy fals, mert sokkal többet lehet olvasni egy másik számról, a Castles Made of Sand-ról. De azt is lehet hallani, hogy ez sem itt írta, csak itt inspirálódott. Viszont az szinte biztos, hogy Jimmy, mikor itt lakott, sokat gitározott a helyiekkel. De tulajdonképpen lehet, hogy mégsem, mert csak egyszer látogatott ide, és akkor se volt nála gitár. Szóval, ilyen itt ez a Hendrixes dolog. Mindenki gondol erről valamit, rendszerint nagyon mást, és akkor pontosan meg is érkeztünk a lényeghez, hogy nem is a tények, hanem a legenda az, ami fontos, mert az él, és még ma is betölti a levegőt. Es Szavirától nem messze megálltunk az óceánparton, fenségesek a hullámok, hát és nekem mindig nagyon jót tesz a lelkemnek a víz, de hát kinek nem. Egyébként ez a strand, ez a marokkói egyszerű embereknek a strandja, akik ide szeretnek járni nyáron, mert esetleg a többi a turisták miatt drága. Es Szavirától már 35 kilométerre délre vagyok, tehát Szidikauki strandján. Csodálatos ez a magányos séta ezen a hatalmas homokos fövenyen. Szidikauki amellett, hogy a marokkóiak egyik kedvenc strandja, az egyik legkiválóbb szörfparadicsom is. Nevét pedig egy marabúról, egy vallási tanítóról kapta. A Szidikaukitól az Agadir felé vezető út nekem egyébként hihetetlenül tetszett, mert nagyon különleges volt az argánfákkal, a kis berber falvakkal. Egyszerre volt kietlen és kies. Ez az egész útvonal, ahol jövünk, számomra nagyon különleges, hogyha belenézek a részleteibe, én szerintem még sehol máshol nem láttam a világon. Ez a kies, kietlen táj, van is fa, nincs is fa, a fák egyébként argánfák mindenhol, és tulajdonképpen ezek az antiatlasz megszelidülő nyúlványai, ahogy így futnak le a tenger felé. Aztán pár óra múlva megérkeztünk Tagazoutba is, ahol Marokkónak egy teljesen új, modern arcát pillantottam meg. Ahogy haladunk Agadir felé, Marokkónak egyre inkább ez az ingatlanfejlesztős, rezortos arca kezd dominálni, amivel egyébként nekem semmi bajom, hogyha az átlag marokkó is profitál belőle. A másik dolog az, hogy nekem személyesen mondjuk Jimi Hendrix kávézója sokkal jobban tetszik Es Szavirában, mint mondjuk ez a hely, de ez személyes preferencia kérdése, egyik hely nem jobb, mint a másik. Egyszerűen arról van szó, hogy én szeretem Marokkóban érezni magam, ha már Marokkóba eljöttem.
Tagazut 19 kilométerre van Agadirtól északra, és akárcsak a híres üdülővárost, úgy tűnik, hogy a kis testvérének arculatát is a fejlődő turizmus határozza meg. Az egykori kis berber halászfalu egy hatalmas építkezési láz közepén leledzik. Nem csoda, hiszen az itteni vizek szintén szörfparadicsomnak számítanak. De még golf lehetőségek is vannak, ami nekem azért eléggé meglepő volt, mivel egy egész száraz vidék ez, de mint megtudtam, újra hasznosított szennyvízzel öntözik a pályát, és egész Tagazutnak felvállalt és meg is valósított törekvése a fenntarthatóság és az ökológiai turizmus. Úgyhogy megnyugodva érkeztem meg Agadir fellegvárának impresszív falaihoz. Agadir régen egy tipikus marokkói város volt, zegzugos szukokkal, medinával, fellegvárral. Aztán 1960-ban volt egy hatalmas földrengés, ami elpusztította az egész várost, és rengeteg embert ölt meg. Manapság már csak a fellegvárnak, a kásbának a romjai láthatók, illetve a falai, és Agadir pedig egy modern, igazi strandolós város lett. Az 1960-as agadiri földrengés brutális volt. A város akkori lakosságának egyharmadát, mintegy 15 ezer embert ölt meg. 13 ezer embert lent a városban, további 2000-et itt a Kasbah körül. Egy helyi berber bot csinált a történésszel, Iborkal is erről, illetve az erőd sorsáról beszélgettem. This Kasbah has been, castle has been, is a gran agri. Ez egy erőd volt, az emberek, akik itt laktak, pedig berberek, muszlim berberek. 1960-ban a földrengés miatt minden megsemmisült itt, fönt a Kasbában és lent a városban. A külső falak azok, amik az eredetiek, amik túlélték a 60-as földrengést, de minden más belül, beleértve az embereket is, elpusztultak. Jelenleg régészek dolgoznak itt az erődben, de talán 4 év múlva vagy 5 év múlva majd jönnek szakemberek és felújítják. Talán, beleértve a falakat is. És itt belül talán majd lesz egy múzeum, étterem, panorámás kilátással, butikok, boltok, kis bódék az ellenőrzés miatt. És talán, azt is hallottam, lehet, hogy lesz egy felvonó lentről a városból, de nem biztos. Csak ez az, amit hallottam, hogy több ember sustorog. Köszönöm szépen! Ne viccelj, mi köszönjük, Iborg! Hát való igaz, a Kasbából az impresszív sárgás falain kívül szinte semmi nem maradt meg. Belül már a romoknál is kevesebbet találunk. A kilátás innen fentről viszont elképesztő. Remekül látszik Marokkó, Miami-ja, Agadir. És az is, hogy egy viszonylag új település. Vagy legalábbis úgy tűnik, mert valójában nagyon régi. Csak ugye elpusztult, és aztán újjászületett. Agadirba még visszatérek, de most elképesztő fényviszonyok mellett keletre veszem az irányt, a szárazföld belseje felé. Megígértem Marrakesnek ugyanis, hogy meglátogatom a nagymamáját a termékeny Szuszföldben. Tarudanban járunk, az Anti-Atlasz lábánál a Szusz folyó termékeny völgyében. A várost egyébként Marrakes nagyanyjának is nevezik, mert kísértetiesen emlékeztet rá, csak sokkal kisebb léptékek vannak. Tarudantot azért hívják Marrakes nagyanyjának, mert nagyon hasonló a város elrendezése. Viszont Tarudant sokkal kisebb, és még Marrakesnél is régibb. Ráadásul, ellentétben unokájával, szinte az egész város még ma is a falakon belül van. Sokan azt mondják, hogy Tarudant olyan, mint Marrakes sok évtizeddel ezelőtt. Nyilvánvalóan ez a város sem fehér folt a turistaradarokon, de mindenképpen azt mondanám, hogy a hely még nagyon romlatlan. Tarudantban a falak körülvett medinán belül két piacot találhatunk, egy berber és egy arab szukot. A berber egy kicsit kisebb, az arab egy kicsit nagyobb és monumentálisabb. Tarudantban tényleg egy kicsit még időutazáson érezhetjük magunkat. A két piacot persze nagyon nehéz így elkülöníteni, de a berber piacon alapvetően zöldségeket, ruhanemüket lehet vásárolni, az arab piacon pedig kézműves termékeket. De a fő programja az ide látogatónak itt is az, mint a hasonló helyeken, hogy kicsit elveszen ebben a sikátoros, középkori hangulatban. A tarudanti szuk azért az edzettebb lelkületűeknek való, nem árt itt a határozottság. Hogy mire gondolok? Például arra, hogy papíron bármennyire is laza fiú vagyok, a lelkem mélyén néha azért én is szeretem tudni, hogy kiutak-e még valaha ebből a labirintusból. És a forgatás sem sétagalop az ilyen helyeken, mert a 68. vesémet érő bicikli kormányvégés könyök után már nehéz a kameratávolságokra figyelni.
De gyere közel, kérlek, mert nagyon... Jó, csak közel, figyelj közel. Tudom, csak a távolság, tehát lemaradhatsz. Oké, csak tudom. Volt, mikor kénytelen vagyunk. Egyébként nem azért történik mindez, mert ennyire nem figyelnek rám, hanem inkább azért, mert az ilyen szintű sikátorokban való közlekedés esküszöm, hogy egy külön művészeti ág. Érezni kell ezt is, mint a táncot. A marokkóiak ebben született tehetségek. Én vagyok az, aki lépést éveztek folyamatosan ebben az exugos tánctérben. Bevallom, kicsit az is bántott, hogy nem gondoltak rám a 16. században, mikor megtervezték ezt a várost. Na de, félre a bolondozással, hallgassunk inkább bele a nyers utca zajba. Érezzük együtt Tarudant hangulatát. Most már a Medinán kívül vagyunk, Tarudánban. Hihetetlen tiszta középkor ez a város. Ezek a falak kb. 12 km hosszan nyúlnak el. A hosszú falat pedig 130 torony és 19 sarokbástya szegélyezi, és 9 kapunát lehet bejutni a Medinába. Ahogy említettem, még a 16. században húzták föl, a szádi uralkodó dinasztia időszakában. Az egész város így kívülről pontosan úgy néz ki ezekkel a masszív falakkal, mint egy hatalmas erőd. Hát nem gyönyörű? Tarudant tényleg varázsos volt, de ahogy ígértem, visszatérek még egy kicsit Agadirba. A két város távolsága körülbelül 83 km, a köztük lévő érzett különbség pedig úgy 600 év. Ahogy ígértem, ismét Agadirban vagyok, és ahogy mondtam, ez egy modern, fürdős, rezortos város. Nekem nem az esetem, de én el tudom képzelni, hogy aki megcsömörlött már ettől az igazi vérből marokkói hangulattól, az úgy találja, hogy ez egy oázis. Nyilván Agadir nem csak ennyi, mert ennek a városnak is van egy nagy piaca, illetve kevésbé csillogós részei, de az ide utazó európai turista ide tényleg ezért jön általában, amit itt látunk. Itt búcsúzom el Délnyugat-Marokkótól, ennyi fért 6 napba, de remélem ennyiből is megérezték az atmoszféráját, és feldobta önöket is. Bízom benne, hogy dolgoztak a színek, hogy hatott az őrület, és talán arra is rájöttek, hogy mennyire különleges ez a hely. Extatikus, pszichedellikus, misztikus és festői. Olyan, mint egy nagy felkavaró, színes álom.